Friss és hazai, egyre másra lepik el a búzatéri piac pultjait is a belföldön növényházban megtermelt idei zöldségek. Ezek a koktélparadicsomok, valamint a tévé paprikák Orosházáról és környékéről érkeztek Nyíregyházára. Ez a kereskedő azt mondta, a vásárlók már várták a magyar termékeket, még annak ellenére is, hogy érzékelhető a drágulás a tavalyi évhez képest. Egy picikét változtak az árak. Körülbelül egy olyan 30%-kal drágában hozzák már fent le, vagy el Orosházáról is, vagy a szegedi piacokról. Egyenlőre még itt tartunk. Nehezen viselik a vevők az árakat. Úgy lepődnek meg, mintha augusztus közepelen, hogy ennyi, vagy azt hiszik, hogy augusztus van, hogy ennyi, ilyen áron árulunk. De aki idehozza, annak is meg kell érte fizetni. Én egy fillére nem keresek többet rajta, mint most egy éve kerestem, de lényegesen drágább. Én próbálok az árakkal úgy igazolni a vevőkhöz, hogy tisztességes haszonnal. Jelenleg a fürtös paradicsom kilónkénti ára 2800, a paprikáé 2000 forint körül alakul. Egy kilogramm sárgarépáért nagyjából 300, ugyanennyi petrezselyem gyökérért 500-550 forintot kérnek el az árusok. Az árakról néhány vásárlót is megkérdeztünk. Nem tudok mit tenni, ez van. Akárhová megyek, ez már lentém nem fog menni, csak felfelé. Mindegyik elszaladt annyira, hogy szinte elviselhetetlen. Olyan áremelkedések vannak, hogy már a tartalékokhoz kell nyúlni az embernek. A piacokon egyre többen szerzik be az alapanyagokat húsvétra. Sokan vásárolnak már tojást az ünnepre, amelyek darabja 45 és 60 forint közötti áron elérhető. A drágulás eltérő módon megfigyelhető a húsféléknél is. A húsvét időszakban nagy számban vásárolt füstölt áruk és a kötözött sonkák azonban nem kerülnek sokkal többe, mint egy évvel korábban. Már keresik a töltenivaló dagadót, ez ilyenkor húsvéti alapanyag, de mellette jelentősen megnőtt a füstölt árura való igény, a jó minőségű füstölt kötözött sonka, darabolt comb, füstölt tarja, paraszkolbász iránt. A füstölt sertést, combot és tarját átlagosan 3000 forintért, a kötözött sonkát 2500 forint körüli áron kínálják a piacon. Az azonban idén is elmondható, hogy az ünnepnek megvan az árfelhajtó hatása. Ezek a termékek ugyanis ebben a két hétben átlagosan 20-30%-kal drágábbak, mint az év más időszakaiban.